És akkor üdvözlök mindenkit, akkor folytatjuk a vonalbejárást. A Mezőtúr és a Túrkeve közötti vasútvonalnál, hát sajnos, hogy az állomás épülettől nem lehet követni, mert ott arrafele ment valahol a vasút, és csak később jön vissza az út mellé, de és addig meg nincsen út. Majd itt a közúton megyek egy darabig, és majd az állomásoknál, meg a megállóhelyeknél fogok megállni, ezt másképp nem lehet követni, de hát haladunk majd, ahogy lehetséges, hogy a fejkamera is megy. Úgyhogy hát akkor gyerünk, menjünk tovább. Hát valahol itt volt a vasút, és valahol ezen a kanál is van átment egy hídon, de nyomát eddig nem találtam, és már csak ezért se akarok tovább menni. De itt azért nem kis mennyiségű üzümi van, úgyhogy akkor inkább hagyjuk őket békén. És vissza a főútra, mert előbb-utóbb, ugye megint a főúthoz közeledik a vasút, tehát itt egy picit eltávolodott tőle, de nem sokkal. És közben megérkeztünk Puszta túrpásztóra. Itt van az állomás épület, és átalakítva, de megvan, itt voltak a vágányok. Nem olyan lehet már ráismerni az állomás épületre itt, mert nagyon átalakították, de legalább megvan, és úgy látszik magánkézben el van kerítve, de legalább vigyáznak rá, és megvan. Ugye ez volt a melléképület, de már erre se lehet ráismerni, hát azok meg hozzáépítések. Ennyi, és itt ment tovább a vasút. Egy megálló hely lesz Mezőtúrig, és aztán utána semmi. És Mezőtúri nem is lehet követni, mert nagy évben csatlakozik be a vonalba, azt már a múltkori Mezőtúri videóban is mutattam. És hát erről jöttünk itt, jött vissza az út, az itt volt egy kis flikfak, ahol elkanyarodott, de nem túl messzire, tehát majdnem végig párhuzamosan megy bent a közúttal, egészen Túrkeve ugye határáig. Aztán Túrkeve belterületén szintén egy bal kanyarral ugye a falu szélén ment tovább. Na és akkor pár szót a vasútvonal történetéről. 1885. október 5-én adták át, hogy Mezőtúr Túrkevei hév építette. És gyakorlatilag, amivel végig síkvidéken ment, és alig kellett műtelét építeni, gyakorlatilag ott a csatornánál egy hidat kellett, és semmi más. Egy viszonylag olcsó megépített hévvonal volt. És végül a forgalom az 1975. szeptember 1-én szűnt meg. És egy éven belül pedig elbontották a pályát. Volt azért Puszta túrpásztónál egy állomás, vonalon meg Póhalmán egy megállóhely, és gyakorlatilag más nem. Hát ennyi, viszont ezen csak egy része van meg. Talán a Póhamarai, rosszul mondtam az elő Póhamara, meg megállóhelynek az épülete talán még megvan. Hát egy 3 kilométerre van innen. Hát igyekszem megkeresni, hogyha meg lesz, akkor megmutatom neked. Hát a vasút az erről jött, és ami miatt megálltam, hogy találtam némi nyomot. Sajnos sineket nem, de nyomát igen, hogy itt volt a vasút. Nézzétek, meg itt az aszfalt, és itt meg macskakő, tehát biztos, hogy itt voltak a sinek. Csak a sineket felszedték, viszont itt a macskaköves burkolatot valamiért nem, de itt volt a vasút, viszont, és itt ment tovább egyenesen. Hát ennyi maradt belőle. És kb. 2 kilométer arrébb lesz a Póhamarai megállóhely. Meg fogok ott is állni, hát egy buszmegálló is van mellette, úgyhogy meg fogom találni. A következő buszmegálló már az lesz. Úgyhogy igyekszem. És hát ha maradt valami belőle. Még egy győrház, vagy egy bármi. És itt van a Póhamarai megállóhely épülete. Hát itt mentek előtte a vágányok. Itt pont most, ahol állok. Majd lehet, hogy a túloldal itt már jobban eltávolodott volna. Ezt nézzétek, itt van maga a megállóhely épülete. Elég sok a galamb. Igen, hát ez egy melléképület volt, ez mégse. Ez volt itt a megállóhely igazi épülete. Hát most nem tudom, lakják-e vagy nem lakják. De akkor Mezőtúr előre nyíl egyenesen. De egyébként úgy tűnik, hogy lakják az épületet, mert találkoztam egy fekete komondorral. Barátságos volt, de azért elég rendesen megugatott, úgyhogy valószínűleg laknak, csak éppen nincsenek itthon. Egyébként itt van a busz megálló Póhamaráról. Hát na nézzük, hát ugye nézd, látjátok, a vonatpótól az elég 4:20-tól 19:5-ig lehet Mezőtúr felemenni. Egyébként lehet még Szajóra, Szarvasra is menni. Igaz, hogy Szarvasra, Szegedre meg Szentesre már csak egyszer, de lehet.
Viszont mezőtúra, amit ugye ezzel a vasút, az egész jól pótolja. Így, tehát azért vannak járatok. Hát szerintem ilyen sűrűn a vonat se járt. És hát ennyi, hát még egy 6 km mezőtúr. Hát majd lesz egy időszak, amikor elkanyarodik a vasút jobbra, mert ugye ott Szajol felől csatlakozik be az állomásra. Azt a múltkori videóban mutattam. Úgyhogy hát még 6 km mezőtúrig. Hát a vasútvonalat nem tudom végigkövetni, viszont a vasútállomásra fogok menni. És akkor érkezés mezőtúra. Pont egy néhány perc múlva fog indulni ez a vonat Szolnok fele. Úgyhogy még a dupla gőzöst is el tudom kapni, meg fogom várni, ameddig visszajön. Sőt, megpróbálom elkapni a reptárnál is, amikor jön ki ott az átjárónál, aztán meg az állomáson is, mikor kiindul Ceglét fele. És akkor nincs más hátra, mint elbúcsúzni. Sziasztok! Egy kimelítő túra volt, de igazából két vasútvonalat is sikerült ma bejárni. És sikerült a kisújszállási gazdasági vasutat, meg a mezőtúl túlkeve nagy vasutat is bejárni. Hát egyik helyen se találtunk sok vasúti maradványt, tehát a túlkevén gyakorlatilag szinte alig valamit. De hát minden sikerült, bejártuk. Ugye az állomás épületek megmaradtak a túlkeveinél. Hát a GV meg azért egy pár méter sínt is sikerült találni, de ennyi. De összességében jó túra volt, de jó fárasztó is. Úgyhogy akkor ezzel is búcsúzzuk, majd legközelebb találkozunk. Lehet, hogy már holnap elmegyek vonalat bejárni. Ha sikerül felkelni, akkor a terv az, hogy Kiskunmarsától Szankig a marsai gyalog bejárom. Az csak 7 km, és az amire múltkor nem maradt időben, azt a videót mindig nem tettem ki, viszont remélhetőleg ma már kirakható, meg készen van, meg van vágva, és pontatlanságokat is korrigáltam, amit felhívták közben a figyelmet, úgyhogy remélhetőleg előbb-utóbb azt is fogjátok látni. Meg hát akkor a hiányzó Szankiskunmars a szakaszt is kivégzem, mert az már tényleg semmi. 45 km után az a 7 km már tényleg. Na jó, hát akkor ennyi elég is lett volna, köszönjük, hogy ezt is megnéztétek, sziasztok!